Hetekkel a botrány kirobbanása után kattant a Bilincsök Vesztor vezér csuklóján, házkutatások is voltak. A kisbefektetők pénzéből fizethették vissza a külügy pénzét, Lázár szerint több minisztérium is Vesztor ügyfél volt. Szándékosan zárta ki a kapitányt a pilóta fülkéből, a lezuhant Airbus másodpilótája, ő vitte a pusztulásba a gépet. És a járdán gázolt el 5 embert egy autós Budapesten, egyikük súlyosan megsérült, a sofőr megpróbált elmenekülni. Jó reggelt kívánok! Önök az ATV reggeli híradóját látják, 7:30-kor üdvözlöm Önöket! 3 embert állított elő a rendőrség a Questor ügyel kapcsolatban. Az előállítottak között van Tarsoly Csaba, a cégcsoport vezetője is, akit ügyvédénél, Pap Gábornál vettek őrizetbe. Kormányzati politikusok név nélkül már kedden arról beszéltek a sajtónak, hogy 48 órán belül Tarsoly Csaba előzetes letartóztatásba kerülhet. A nyomozók az esti órákban több helyszínen tartottak házkutatást, és ahogy fogalmaztak, a vagyon visszaszerzési intézkedéseket is megkezdték. A Questor ügyel összefüggésben a készállíti rendőrség nemzeti nyomozóiroda munkatársai ma késő délután 3 személyt állítottak elő. Jelenleg több helyszínen tartanak házkutatást a nyomozók, és a vagyon visszaszerzési intézkedéseket is megkezdték. Még őrizetbe vétele előtt újabb levelet írt Tarsoly Csaba Szijjártó Péternek, miután visszavette nevére a Questort, tudta meg az Index. Ebben azt kérte, hagyják békén a családját, és kártalanítsák a kisbefektetőket, cserébe vállal minden felelősséget. A portál szerint Tarsoly első levelét a külügyminiszter továbbította Orbán Viktornak. A kormányfő azonban nem úgy reagált, ahogyan az üzletember várta. Orbán Viktor menthetetlennek ítélte a Questor helyzetét, és úgy döntött, minden kormányzati kapcsolatot megszakítanak a céggel. Emiatt vette ki a pénzét a külügyi tárca a Questorból akkor, amikor már a kisbefektetők napok óta nem jutottak megtakarításaikhoz. Az Index szerint a kifizetések is szabálytalanul történtek a külügyminisztérium és a cége felé. Ráadásul a kisbefektetők pénzéből fizethették ki a kereskedőházat, írja a portál. Több minisztériumnak is volt pénze broker cégekben, de a miniszterelnökségnek nem, ezt mondta Lázár János. Szerintük a cég csődjét nem az okozta, hogy a külügy kivonta a pénzét a Questorból. Erről már Girószász András beszélt. Szijjártó Péter úr az egyik legjobb minisztere a kormánynak, és ő intézkedett a leggyorsabban. Ezért lehetett az, hogy a külügyminisztériumnak nem ragadt bent pénze a broker cégben, mert Szijjártó Péter azonnal cselekedett a miniszterelnök utasítása szerint, mondta Lázár János. A miniszter szerint a nyilvánosan elérhető információk alapján mérték fel a lehetőségeket, miután a Budakest bedőlt. Ezért visszautasítanak minden olyan vádat, ami bennfentes információval kapcsolatban fogalmaztak meg velük szemben. A külgazdasági és külügyminisztérium lépése hozzájárult a Questor helyzetéhez. Határozottan tudom mondani, hogy nem, ugyanis nem készpénz vagy pénzállományt tárolt a külgazdasági és külügyminisztérium, hanem magyar állampapírt tárolt a kereskedőház, ami nyilvánvalóan a likviditáshoz ebben a formában nem járul hozzá a kivétele. Az ATV kérdésére Lázár János azt mondta, nem csak a külügyminisztériumnak voltak pénzei broker cégekben. Kérdése igen a válasz. Melyik minisztériumok voltak nézőt? Fogjuk tájékoztatni a nyilvánosságot. Mikor? Folyik a sajtó megkeresése, azt mondom, a tegnapi nap folyamán érkeztek az első sajtó megkeresések ebben kapcsolatban. A minisztériumok szedik össze, amennyiben érintettek voltak, és amikor mindez összegyűlik, egyszerre tárjuk a nyilvánosság elé. Nem hiszem, hogy becsülnünk kéne bármit is. Természetesen Orbán Viktor maga a banda vezér. Az együtt szerint a miniszterelnök gyakorlatilag azt ismerte el, hogy a keményen dolgozó kisemberek elől kimenekítették a pénzt a Questorból. Éppen ezért parlamenti vizsgálóbizottság felállítását kezdeményezi az együtt. Az együtt alelnöke szerint az MNB-nek kellene kártalanítani az ügyfeleket, függetlenül attól, hogy valódi vagy fiktív kötvényeket vásároltak. Ezt a Magyar Nemzeti Banknak az általa létrehozott alapítványai terhére szeretnénk mi megvalósítani, mert nonsens dolog az, hogy Matolcsi György nem fizet senkinek egy petákot, de 200 milliárd forintot elver arra, hogy az ő lázámait oktassa a fiatal felnövő generációknak. Az MNB nem adott egyértelmű választ, hogy helytáll-e, amennyiben a BEVA mégsem fizet a fiktív kötvények tulajdonosainak. BEVA-val kapcsolatban azt tudom elmondani, amit megismételni, amit a jegybank elnöke és Vindis László alelnök úr
mondott a keddi sajtótájékoztatón. Ezen túl további döntések nem születtek, de természetesen a jegyben folyamatosan elemzi a helyzetet. Azt értem, csak nem válaszolt a kérdésemre. Tehát felkészültek arra, mert a BEVA mondhat nemet. Hiába van ott az MNB és két taggal. Mint a kollégájának a kérdésére is elmondtam az előbb, itt a jegybanknak az előrejelző és elemző stábja, kollégái csapata van jelen. Ezek a kollégák nem illetékesek a BEVA ügyjel és a Questor ügyjel kapcsolatos nyilatkozattételre. A befektetővédelmi alap várhatóan 1-1.5 hét múlva dönt az ügyben. A demokratikus ellenzéki pártok lemondásra szólították fel Orbán Viktort, Szijjártó Pétert és Matolcsy Györgyöt a Questor botrány miatt. A politikusok szerint a miniszterelnök szerdai nyilatkozatával köztörvényes bűncselekményt ismert be. Most nem fordul meg Buszan a Viktor. Míg az ellenzéki pártok képviselői a Jobbik kivételével egy szobában tanácskoztak, addig éppen Volner János tartott sajtótájékoztatót. A Jobbik frakcióvezető helyettese azt mondta, meglepte őket az, hogy nem kaptak meghívót, és szerinte a Questor ügy nem csak a Fidesz botránya. Tekintettel arra, hogy a baloldali pártok a saját kormányzati ciklusukban maguk is érintettek voltak a Questor botrányban, hasonlóan, mint a Fidesz, a Jobbik a teljes Questor koalíciót el szeretné számoltatni. Bő egy óra beszélgetés után aztán sorba kijöttek a pártok vezetői is. Igaz, némi fejtörést okozott, hogy ki milyen háttérrel őt nyilatkozzon. Hagyjad már, nem megoldom. Végül az MSZP-s hátteret elvitték, így kezdődhetett a tájékoztató. Orbán Viktor tudatában volt már napokkal a Questor bedőlése előtt annak, hogy az emberek megtakarításai, az emberek vagyona veszélyben van. A szocialisták elnöke szerint Orbán Viktor cserben hagyta az embereket. A hatalommal való visszaélés az emberek cserbenhagyása okán a miniszterelnök méltatlanná vált, és le kellene mondania. A PM az országgyűlésre bízná a miniszterelnök sorsát. A miniszterelnököt arra szólítjuk fel, hogy kezdeményezem maga ellen egy bizalmatlansági indítványt. Ezt reményeim szerint hétfőig megteszi. Szabó Tímia azt mondta, amennyiben Orbán Viktor ezt nem teszi meg, akkor ő kezdeményezi az országgyűlés feloszlatását és időközi választás kiírását. Egyetértettünk abban, hogy Orbán Viktor beismerte, hogy köztörvényes bűnt hajtott végre, ebben az ügyészségnek kell vele szemben eljárnia, és fontosnak tartjuk, hogy egyetértünk abban, hogy a jegybank, a pénzügyi felügyelet nem végezte ebben az ügyben a dolgát. Szigetvári Viktor szerint a mai találkozóban az egyik legfontosabb eredmény, hogy a széttagolt ellenzék pártjai bizonyos dolgokban egyet tudtak érteni. A liberálisok szerint egyértelművé vált, hogy Orbán Viktor mindvégig tudott arról, hogy állami pénzek vannak a Questornál. Április 11-ére a demokratikus ellenzéki pártok közösen szerveznek tüntetést. A Fidesz frakció szóvivője szerint nincs veszélyben azoknak a pénz, akik állampapírjaikat tárolták a Questor számláin. Tuzson Bence azt is mondta, akárki is kezeli az államkötvényeket, azokért az államkincstár áll jót, így a brókercég pénzügyi csődje csak a kötvényeiket érinti. Híradónknak egyúttal megerősítette, a minisztériumok és intézményeik állampapírokat tartottak a Questor számláin, így szerinte azok sem voltak veszélyben. Kérdésünk, hogy akkor miért volt szükség a miniszterelnök intézkedésére a pénz azontani kivételéről? A szóvivő ezt válaszolta. Egy felelősen gondolkozó magyar kormány egy ilyen esetben azt az üzenetet kell, hogy küldje mindenki számára, hogy a magyar államnak a pénze biztonságban van, és ennek megfelelően el is kell vinni a különböző brókercégektől a különböző pénzeszközöket, és a legjobb hely ezeknek az állam esetében nyilván az államkincstárban van. Igazi fenegyerek hírében állt tápióságon Orgován Béla, akit Tarsó Csaba egy időre utódjaként ültetett a Questor vezérigazgatói székébe. A Blick azt írja, a helyiek szerint 13 éve baseballütővel támadt Orgován Bélára egy helyi vállalkozó egy kocsmában. A verekedés közben ért a helyszínre egy rendőr, aki a köztársasági őrezrednél dolgozott. Ő figyelmeztető lövést adott le a levegőbe. A vállalkozó ekkor bepattant a kocsijába és gázt adott, de közben elsodorta a rendőrt, akinek véletlenül elsült a fegyvere, és eltalálta őt. Két évvel később egyébként ugyanitt provokált csaknem halálos verekedést Orgován, amiért 4 év, 3 hónap börtönbüntetést kapott, írja a Blick. Szándékosan okozta a katasztrófát a German Wings első tisztje, ez is kiderült a lezuhant gép hangrögzítőjéből kinyert adatokból. A 28 éves András Lubic az út első felében még teljesen nyugodt volt, a hangfelvételen egyébként az egészen a becsapódásig hallatszik a szuszogása. Az előzetes hírek szerint a német férfi nem állt kapcsolatban egyetlen terrorszervezettel sem. A Lufthansa vezetője közben azt is elismerte,
nem végeznek rendszeres pszichológiai tesztet pilótáikon. A francia ügyészség szerint egyre több jel mutat arra, hogy a gép másodpilótája szándékosan vezette a gépet a francia Alpok hegyeinek. Az Airbus A320-as gépeken a repülési magasság megváltoztatására csak szánt szándékkal van lehetőség, mondta az ügyben eljáró francia ügyész. A 28 éves Andreas Lubitz az ügyészség szerint valószínűleg el akarta pusztítani a gépet. A fekete dobozon rögzített adatokból kiderült az is, hogy a másodpilóta a földi irányítás megkereséseire sem reagált. Az utasok valószínűleg csak a legutolsó pillanatban fogták fel, hogy mi történik. A rögzített hanganyag utolsó pillanataiban hallható az utasok sikolya. Mutatta be a lezuhanás előtti másodperceket a francia ügyész. A hatóságok szándékos emberölésből indulnak ki. Andreas Lubitz szüleivel élt németországi otthonukban, amelyet a rendőrség azóta átkutatott. A másodpilóta 2013-ban kezdett dolgozni a German Wings-nél, miután elvégezte az anyavállalat, a Lufthansa repülőiskoláját. Andreas egy kedves fiatal volt, aki gyakran repült itt és tagja volt a klubnak. Vígkedélyű fiú volt, bár egy kicsit visszahúzódó. Ugyanolyan volt, mint bármelyik átlagos 28 éves. Mondja ez a férfi, aki a repülőklubból ismerte a fiatal pilótát. A férfi szülővárosában megdöbbenéssel fogadták a tragédiát. Rengeteg gyerek, ártatlan emberek, csak úgy, mint Norvégiában. Ezért hasonlít nagyon Breivikre, aki 70 embert mészárolt le. Mondja a pilóta egyik szomszédja. A Lufthansa képviselői elárulták, Lubitz 6 évvel ezelőtt egészségügyi okok miatt egyszer megszakította a pilótaképzést, majd légiutas kísérőként kezdett dolgozni. Nem sokkal később azonban sikerült bizonyítani a fizikai alkalmasságát, és kiváló eredménnyel végezte el a tanfolyamot. A nyomozó hatóságok szerint egyelőre nincs arra mutató jel, hogy a férfi kapcsolatban állt volna a terrorista szervezettel. Szinte felfoghatatlan dimenzióba került a tragédia, ezt mondta Angela Merkel, miután kiderült, hogy a német másodpilóta szándékosan okozta a légi szerencsétlenséget. A kancellár szerint a német hatóságok minden lehetséges segítséget megadnak a baleset körülményeinek feltárásához. Angela Merkel úgy fogalmazott, idézem, tartozunk ezzel mindazoknak, akik életüket vesztették a keddi katasztrófában, és hozzátartozóiknak, akik most rettenetesen szenvednek. Lázár János szerint nem lesz problémája az Európai Bizottságnak azzal a megállapodással, amit Magyarország fog kötni az orosz féllel a paksi fűtőelemek ügyében. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint minden akadály elhárult azelől, hogy az Európai Bizottság várhatóan két héten belül hozzájáruljon a megállapodáshoz, azt mondta, utána versenyjogi és közbeszerzési kérdésekről folytatódnak a tárgyalások. Lázár János szerint Magyarország ebben a kérdésben is a finn mintát követi majd. Az Európai Bizottság arra kért garanciát, hogy viszonylag rövid távú lesz ez a megállapodás időben, és egyébként pedig a fűtőanyag szállításhoz mások is hozzáférhetnek. Ez Magyarország érdekében áll, hogy így legyen, ezért a magyar fél az oroszokkal való egyetértés és egyeztetés alapján mindent megtett ennek a kérésnek a teljesítése érdekében. Öt embert gázolt el a járdán egy autós Budapesten az Erzsébet térnél. Az autó a Lánchíd felé tartott, amikor szabálytalanul egy U-kanyarral vissza akart fordulni, ekkor ugratott fel a túloldali járdára. A cink.hu beszámolója szerint az autó több mint 100 métert ment a bicikli úton és a járdán, ahol több oszlopot is leterolt, majd egy villanyoszlopnak ütközött. Az országos mentőszolgálat ügyeletese elmondta, az elgázolt fiatal nők közül 4 könnyebb, 1 súlyos sérüléseket szenvedett, mindannyiukat kórházba vitték. Az autót vezető nő megpróbálta elhagyni a helyszínt, de feltartóztatták. Nem lehet fellázadni a dugódíj ellen, de fel lehet és kell lázadni az ellen, ha ennek a bevezetése indokolatlanul történik meg, jelentette ki a Magyar Autóklub Jogi Bizottságának elnöke a Városért Egyesület konferenciáján. A szakemberek úgy vélik, a budapesti dugódíj bevezetésének jelenleg nincs koncepciója, csak dobároznak a számokkal, miközben alternatívát nem kínálnak. Az utóbbi években folyamatosan téma volt a fővárosi dugódíj bevezetése. Végleges időpont továbbra sincs, ahogy a bevezetés mikéntje is kérdéses. A Városért Egyesület konferenciáján is leginkább erre keresték a választ. A szakemberek szerint csak akkor lehet dugódíjat bevezetni, ha azt forgalomszabályozási okok is indokolják.
Nem lehet fellázadni a Dugódi ellen, de fel lehet is kell lázadni az ellen, hogyha ennek a bevezetésére úgy kerül sor, hogy az nem indokolt, vagy ha úgy kerül erre sor, hogy nem lehet racionálisan végrehajtani. A szakemberek szerint a városvezetésnek nincs igazi víziója Budapestről. A városi UDI bevezetése, ha most történne, akkor tulajdonképpen egy adhok intézkedés lenne, nem volna megalapozva, mint ahogy az év elején vagy a múlt év végén az autópályadíj kiterjesztés is egy ilyen hirtelen ötlet volt bevételszerzési célzattal. Hozzátették, a parkolási bevételeket a közösségi közlekedés fejlesztésére is lehetne használni. Éppen ezért nagy baj, hogy nem egységes a rendszer. Hogy a parkolási rendszerben kerület határok, meg a főváros utcája és az én utcám nem abban a rendszerben működik, az elég nagy problémákat okoz. A dugódíj bevezetése előtt mindenképpen korszerűsíteni kellene a tömegközlekedést is, hogy az emberek könnyebben letegyék az autókat. A komfort fokozatára, a komfortjáról nem mond le senki. Olyan kínálatot kell nyújtani a városnak, ami érezhetően komfortosabb. A szakemberek úgy vélik, a budapesti dugódíj bevezetésének jelenleg nincs koncepciója. Csak dobálóznak a díjak mértékével, és folyamatosan változtatják a zóna határokat is. És ha már közlekedés, akkor maradjunk ennél a témánál. 4 milliárd forintba kerül egyetlen kilométer autópálya. Ez az összeg a leendő M4-es egyik szakaszára jött ki, emiatt az Unió nem fizeti az új utat. Erről is szó lesz az azonnal kezdődő startban. A részleteket most elmondja önöknek. Erről a részleteket majd Csepregi Nándor helyettes államtitkár a miniszterelnökségtől. Jó reggelt kívánok, szia Gergő! Hát meg azt is majd, hogy akkor viszont hogy lesz Szolnoknak korszerű útja, mert csak erre a kérdésre nem tudjuk egyelőre még az igazi választ. Aztán jön Bokros Lajos, aki egyenesen azt mondja, hogy a magyar állam a bűnözés tanyája bűntanya lett, meg azt is mondja, hogy vajon a külügynek honnan volt befektetni való pénze, és még sok mindent mond, legalábbis a Facebook bejegyzése szerint, de most majd itt élő szóban is megnyilvánul a volt pénzügyminiszter, MoMA elnöke. Azután pedig jön Dénes Tamás, a Magyar Rezidens Szövetség elnöke. Az orvosok bár tárgyalni próbáltak, de nem kaptak bérajánlatot, sőt, hát voltak éppen távlatot sem az államtitkártól. Erről beszélgetünk majd, ő ott volt, tehát tudja, hogy voltak éppen akkor mit kaptak, vagy üres kézzel jöttek el. És aztán szót ejtünk majd a felsőoktatás megváltoztatásáról, annak rendszere változik alapvetően, és a szakok elrendezése is a jelek szerint a különböző karok máshova kerülhetnek, ha egyáltalán kerülnek valóban, és nem megszűnnek. Azután pedig beszélünk majd még a mai műsorban befektetési lehetőségekről, de az már jóval később lesz, 8 óra után, az meg odébben addig még híradó is lesz. Bizony, köszönöm szépen, hírekkel alig 3-4 óra múlva, 7-8-kor jövök újra, elég szép reggel, jó készülődést, viszontlátásra!